Új bajok. Az ózon, mint általános gyógyszer. Mózes végrendelete, mi van az éjsark alatt, a holt erdő, két nap az égen, az első ember, az ózon, mint méreg, a lélekbetegek. Annak, hogy az utazás nagy távolságokra a földforgás gyorsaságával történhetett meg, azon az eredményen kívül, hogy félmillió ember szüntelen úton volt, még egy más, közvetlenül érezhető hatása mutatkozott. Az utazó ember egyúttal messze volt a földtől és fennlakott az égben. Ez nem maradhatott befolyás nélkül az emberiség fiziológiai fejlődésére. Számtalan betegséget ismertek már az óvilágban is, amire az utazás gyorsasága, a tiszta lég, az éghajlatváltoztatás, az időjárás fordulata gyógyítólag, enyhítőleg hatott. Ez a gyógyerő most hatványozva lett azáltal, hogy az utazó teljesen el lett távolítva a földtől, minden mefitikus kigőzölgés pára körén túlragadva, ahol a repülés által sűrített ózon a maga tisztaságában hatotta keresztül tüdejét, pórusait, hol a lég villanyosságából elvont elód, a nap tiszta fényéből kisugárzó heliód, a hegyláncok csúcsaiból emelkedő kristallód, meg annyi a jelenben is sejtett hatalmas erő, és amit az ókor gyógyászai magnálé magnumnak neveznek. Az egész föld szellemének, a geodémonnak befolyása az emberi szervezetre, a legsúlyosabb kórtüneteket csaknem rögtön, a felrepülés percében elenyésztették, hagymász, kolera, váltólázak a kór válságpontján jobbra fordultak az aerodromon belsejében. Elaggott embereknek ifjúkori életerővel teltek meg lankat idegeik a légben utazástól, egy pár éven át az egész orvosi tudományt kataklizmával látszott fenyegetni ez új találmány. Nem küldtek a betegek orvosért gyógytárba, hanem vitették magukat a repülőgépbe, és indultak a földet körüljárni. Még a hírhedett csodaszerek is elveszték népszerűségüket. Nem várta senki többé a lahezisztől főfájása szünését, nem rágta a kóladiót férfi szíve újra erősültéért, nem használta az opoponaxot megelőző ellenszerül az új divatragály a melanémia ellen, nem fűszerezte a gyenge gyomrú ételeit pepsinnel. Nem kapkodott a végső segítő ginseng panax után az aszkóros, nem itta a kalabárbab nedvét a szembeteg, minden kínabor, anakahuit pastil, bestusef tinktúra, essencia lignorum, poculum vomitorium, porcio riveri, kambadi gvidea, guarana, salamandrin, paraguaytea, dippel olaja és az int pálmalevéltetűből készült Áge balzsam és a többi drága írek, amik mindent meggyógyítanak, ott vesztek a raktárokban. Fel volt találva már a panacea. A tellúri erő, a sziderikus erő meggyógyít mindent. Senki sem beszél már másról, mint a jódozmon csodahatásáról. Voltak gazdag urak, kik a klimakterikus esztendőt, mely köztudomásra minden életidőnek a hetes évfordulója, amikor kinek-kinek előjön az a betegség, amiben egyszer meg fog halni. Tehát ezt a klimakterikus évet folyton a repülőgépen utazásban töltették el. Ez nem utolsó jövedelemforrás volt otthon városára nézve, és annyira szaporodott a betegség elől utazók száma, hogy a hetedik évben Mr. Severus az igazgató tanácsban azt az indítványt tevé, hogy miután az utazók száma éppen kétszer annyi, mint amennyit az aerodromonok felvehetnek, tehát az utóbbiakat még egyszer annyira kell felszaporítani. Tatrangi Dávid erre azt mondta, nem, hanem az utazók számát kell felére leszállítani. És Dárdai azt veti utána, igazad van. Amiért azután Mr. Severus rettenetesen bámult a két igazgatótárs szeme közé. Ez az első eset az üzletek és közlekedés történetében, hogy egy vállalkozó a jövedelmező keresletet akarja felére leszállítani. És mégis úgy volt. Tatrangi Dávid azt mondta, az utazók számát kell felére leszállítani, és Dárdai azt mondta, úgy van, és mind a ketten igen komolyan beszéltek. Az öreg Tatrangi Mózes 5 éve, hogy meghalt, vagyis a 20. század fogalmai szerint a légkör feletti világ lényei közé emelkedett. A 20. században már a közhit által bevett fogalom,
hogy a légkör felett, mely éppen oly fluidum, mint a víz, utszolván a földnek legkülső kérge, egy egész világ él, melynek lényei éppen oly magasan állnak tökéletességben mi fölöttünk, mint mi a tengeri csigák fölött, holott a tengeri csiga a planéták ez őslakója, a legelső ura a földeknek és csillagoknak szintén igen tökéletes lény, mely eszmél, gondolkodik, érezés, alkot, oly titok teljes ösztön szerint, melyet még emberi tudomány meg nem oldott. És mégis e tökéletes lénynek nincs semmi világos fogalma mi felőlünk, kik a vizek felett lakunk, talán csak homályos sejtelmei vannak mindarról, amit mi alkottunk, és azokról a tündérekről, kik az ő gyöngyeit fehér keblükön viselik, mert látó és halló érzékei tökéletlenül vannak kifejlődve. Ilyen csigái vagyunk mi a légtengernek, ide ragadva annak fenekéhez, és csiga bölcsesség tőlünk azt állítani, hogy amit a mi öt érzékünk meg nem láthat, meg nem foghat, nem szagolhat, nem ízlelhet, az a világ nem létezik. A 20. század egyik feladatává tette egy hatodik érzéket is kifejteni az emberben, mely a légtenger fölötti világot is észlelhetővé tegye a légtenger csigáira nézve, és hogy az erőszakoskodás nem vált egészségére, a légtenger csigáinak azt majd mindjárt sorban látni fogjuk. Tatrangi Mózes halála előtt pár nappal magához hívatta fiát. Nem lakott többé a budai Tébolydában, hanem egyikében a ma magányos nyári lakoknak, mik az otthon ligeteiben a lélekbetegek számára voltak készítve. Fogadása szerint sohasem ült a fia által tökéletesített repülőgépre, vasúton hozatta magát idáig. Te gyermek, mondta fiának. Én mától kezdve felszabadítom azt az üzletedet, ami a legjövedelmezőbb lesz, de eddig tilalom alatt állt. Az örök temetőt ma délben 2 órakor elköltözöm innen. Dávid fiúi kegyelettel igyekezett az öreget biztatni, hogy nem hal meg, hiszen sokkal jobban van már, még sok örömet fog élni, amit az apa mind igen rossz néven vett. Te hallgass, gyermek vagy, nem is gyermek, csak embrió. Akkor fogsz még csak születni, ha én meghalok. Addig nálam van a lelked vitál géniusza. Ha én azt mondom, hogy meghalok, hát úgy lesz. A szenegálparti négerek, ha rabszolgaságba jutnak, régen tudják már azt, hogy hogyan kell akarva meghalni, minden öngyilkos erőszak nélkül. Azt mondják, én akarok meghalni, és megteszik. A wisconsini Red Jackie, a részszínűek főnök, amikor meghallottad szövetségesei, a fehérek, nejét hitszegően főbelövették, nem állt bosszút, hanem odafeküdt a bíró ajtajába, beburkolta magát pokrócába, és azt mondta, én megtérek a nagy szellemhez, és meg tudod halni. Hát nálam ne lenne olyan erős az akarat, mint a négernél, az indiánnál, meglátod? El kell mennem. Egy dolgot nem tudok, mert nincs a világom, pedig azt meg kell tudnom, mert különben több kárt tettem, mint hasznot. De mihelyt azt megtudtam, visszatérek, hogy tudassam veled. Igenis visszatérek. Az erős akarat előtt nincs lehetetlenség. Ha ki tudtam szakítani a lelkemet magamból, mikor a gyilkos völgyben az ihort kerested, és egy székely favágó alakjában naphosszant vezettelek, emlékezhet el rá, félkarja annak is ki volt törve. Azt önalakításnak nevezik, hát majd megtalállak én a nagyobb távolból is. Eddig is többször volt nálad a lelkem, mint rendes lakhelyén, a glandula pinealisban. Hanem neked még most rinocérosz idegeid vannak, azt megérezni. Ha állandóul melletted leszek, majd hozzászokol a látáshoz, akkor majd tudatom veled azt, amit tudnod kell. Átleheltem már beléd a titkot, hogyan lehet a légben repülni. Most még meg kell tudnom ennek a mitridatját. Hogyan kell a repülést lehetetlenné tenni? Dávid csodálkozva tekintett az öregre, és az észrevette azt. Látom, mit gondolsz. Keresztül látok rajtad. Te azt gondolod most magadban, ime egy szegény őrült, aki haldoklik, és kétszeresen félre beszél. De nem úgy van. Mi szerezte meg neked a repülés titkát? A 65. elem az ihor. Ez most a te kizárólagos tulajdonod. Ezáltal uralkodol a föld fölött, ezáltal tartod lekötve a háborút, és kényszeríted az emberek vasnyakát akaratuk ellen a békességre. De gondoltál-e rajta, hogy egyszer az a kincstár,
mely neked az új elemet adja, kifogy. És ahogy pazarolsz vele, azt hamar megéred. Igen, gondoltál rá, ne is mondd, hisz látom a gondolatodat. Jársz kelsz az Obi partjától kezdve az új-zélandi jéghegyekig, s vizsgálod a szibériai, kínai, ausztráliai tűzhányok melletti tavakat, ha nem találnád-e fel a hasonló földtani, neptúni, vulkáni és vegytani viszonyokat, amin ők a gyilkos havas alatt az ihort előhozták. Egyszer fogsz is találni egy olyan helyet, az talán kimeríthetetlen bányája lesz az ihornak. Akkor mit fogsz tenni? Mindenáron sajátoddá teszed azt. És hát, ha nem úgy lesz. Hát, ha elárulja valaki a titkodat, akiben legjobban bízol, és eladja azt a titkot az ellenségednek, aki legjobban gyűlöl, akinek legtöbb számadása van veled, és az a felfedezett új ihortelep felhasználásával csinál magának egy új hajórajt aerodromonokból, miknek szerkezetét most már minden gyermek ismeri, és akkor az a te vetélytársad ellenséget csatára száll veled, s felviszi az istentelen harcot az égbe, és ott ütközik meg a te léghajóiddal. Minden idegenben a halál fájdalmát érzem, ha erre gondolok. Harc ütközött az égben, és annak eszközeit én találtam fel, és mindeddig hasztalan gondolkozom rajta, hogyan lehetne azt megakadályozni. Nincs a földön, azaz, hogy kell lenni, de nem látom. Le kell ráznom magamról ezt a vak csigahéjat, hogy lássak. Elmegyek, de visszajövök. Tatrangi Mózes olyan erővel fogta meg Dávid kezét, amin ő csak az őrültek izmaiban lakik. Ne légy hitetlen. Az, ami nekünk látóknak legjobban fáj. A sámán látnok, mikor önkívületben van, egy fügyszóért kést ragad és embert öl. Az a kétkedés nagyon fáj. Te látni fogod azt néhány óra múlva, hogy mi az a hatalmas ember akarat még a halál után is. Tudod jól, ugye, hogy a halálnak az az első dolga, hogy a homlokon minden ráncot elsimít. Soha senki sem látott haragvó halottat, szomorgó, búslakodó halottat, azok mind derült, csendes emberek. De nézd meg majd engem, én megmutatom neked, hogy a halál után is van akaratom, s mikor már halva leszek, szemöldökeim még akkor is össze lesznek ráncolva, mert úgy akarom. Hiszed-e? Hiszem, szólt Dávid. Nem hiszed, mondá Mózes. Jól van, ma este már hinni fogod, és akkor elkezdesz látni, vakságod nyílni fog. Most nem beszélek erről többet. Csak egyre kérlek még. Tudom, hogy azt se fogadod meg rögtön, de megfogadod akkor majd, ha megértetted. E figyelmeztetésem hozzád az, hogy ne engedj utazni a repülőgépeiden olyan embereket, akiknek nincs szőr az arcukon. Nem érted, elmehetsz. Most hagyd magamra, mert útra készülök. Dávid azt sem hitte, hogy az öreg meghal, hiszen érverése szokott rendes volt, nyugodtan távozott. Délután az ülés alatt jöttek hozzá hírrel, hogy az öreg pontban 2 órakor meghalt. Dávid rögtön sietett az ülésből atyához, halott volt már. És íme a szemöldökei még most is össze voltak vonva. A halálnak minden hatalma nem volt képes megtörni azt a rettenetes akaratot. Amíg Dávid a halott arcára bámulva mélázott, végigfutottak lelke előtt azok a sejtelmes mondatok, miket attól néhány óra előtt hallott. A legvégsőnél legtovább elmerengett. Ne utazzanak a repülőgépen olyan emberek, akiknek nincs szőr az arcukon. Tehát kik az ilyen emberek? A nők, a gyermekek és a nékerek. És miért ne? Tatrangi Dávid pedig nem volt az az ember, aki valamit megtesz, mielőtt tudná az okát, hogy miért. Az öreg meghagyása ellenére is magával vitt az aerodromonban, mely atya holttestét szállítá az öröknyugalom helyére, 2 embert, kiknek sima az arcuk, nejét és gyermekét. Még 6 repülőgép ment velük. Az északi földsark felé mentek. Volt ebben jó rész emberi hiúság is a tartozó tiszteleten kívül. A nő ismerje meg férje atyának nagyszerű temetőjét, és ugyanakkor bámulja férje csodahatalmát, ki előtt megnyílnak a földnek olyan rejtett vidékei is, miket a természet örök zár alatt tart más emberek előtt. Az éjsark világát még nem járta be halandó. A repülőgép ugyan már 3. éve, hogy fel van találva, és az ember azt hiszi, hogy ezáltal már most ura lett minden régiónak, ami a föld fölött van, de csalatkozott. A göncölök élnek.
Mikor a kísérlettevő aerodromon az északi göncölhöz közelített, a benne ülő gépész úgy tapasztalá, hogy az északi szélesség 79. fokán túl gépének működése elkezdett lassulni. A szárnyak fennakadtak, a gép súlyát látszott veszteni, és megesett a hajón, hogy az orrával állt fölfelé a légben. Amikor pedig erős, delejes kitörései voltak a földtengelynek, nagy északfény borította el az eget, olyankor a repülőgép minden működése megbénult az északi irányjal szemben. Fölfelé azonban hatványozott erővel repült. Mikor kisebb volt a delejes kitörés a földcsarkon, el tudtak hatolni a repülőgéppel egészen a 87. szélességi fokig, de tovább akkor sem. Az északfény a póluson folytonos, csak hogy csendesebb kitöréseinél a pólus alatt egy szétsugárzó, keskeny fénykoszorúnak látszik csupán, melynek közepét a csillagos, sötét ég képezi. Megkísérléke fénykoszorú kezdetéig felszállani a géppel. Hiú erőlködés volt az. 100 meg 100 mérföldnyi magasan kezdődik az a föld fölött, és kitörése teljes pompájában fénysugarai 20 000 mérföldnyi távolra ellövelnek. A délsarknál lehetőbb volt a kísérlet az aerodromonnal, de igen veszélyes. Ahogy az éjsark eltaszítja, a délsark úgy vonja magához a villanyos hajót. Az első kísérlő daszára szárnyas gépének lehullott az égből, és laposra zúzott hajójával ott veszett valahol Veddel előfokának sötét sziklein. Társai okulva a veszedelmen erőfeszítéssel menekültek ki Parry szárazföldére, tönkretett gépeiket hajón szállítva haza. Tatrangi Dávid elég merész volt megkísérleni a lehetetlent. Mi adott neki erőt a vakmerőséghez? A tudás szomja, az adott felfogadás, a velevitt nő és gyermek, vagy mindez együtt. A másik 6 aerodamon városa tudósaival volt tele, kik részt akartak venni a merész kísérletben, hogy új tapasztalatokkal gazdagítsák a tudományt. Dávid hajójában nem volt más, csak neje gyermeke, halottja és kormányosa, a hitetlen Áron. Amikor a Spitzbergeni sziget szélét elérték, Áron figyelmeztette Dávidot az égre. Észak felől kéve alakú rózsavörös sugár oszlopok kezdtek fölemelkedni. Jön ellenünk az északfény, azért mégis elérjük a göncölt, ma nem. Ez pedig a székeinél annyit jelent, hogy sohasem. Dávid pedig minden szóváltás helyett kelet-kelet-északot parancsolt a kormányosnak. Az aerodromon most aztán már nem egyenesen a pólus felé repült, hanem oldalt vette irányát a Nova Semlja fölötti jégmezők felé. Mik végtelen ezüst pusztaként voltak alatta elterülve, jégből épült tündérpalotáik ragyogtak a napban. Ez volt a leghosszabb napja az évnek, a fényes égi éltető gömb ezen a napon alig száll le, néhány óráig pihenni e táj látkörém. És mégis, noha Spitzberga fölött még reggel volt, amikor irányt változtatott az aerodromon, alig telt bele 6 óra, és a nap már leszállt a nyugati láthatáron. Az aerodromon egyenesen nem juthatott el az éjsarkhoz, de spirál alakú repüléssel igen. A kitörő északfény csak új erőt kölcsönzött e keringő repüléshez. Nem emberi alkotás volt az többé, hanem egy planéta, melyet napja maga körül csóvál. A földi tájak szédületes sebességgel rohantak el alatta. Jéggé fagyott tengerek, hóval fedett mezők, az északfénytől rubinragyogású, violaszín árnyékú hegyláncok. Mikor a Bering szoros táján repült az aerodromon, a rendesen járó kronométer szerint délután 3 óra volt, és akkor újra feljött a nap. Napfény mellett repült tovább a gép Port Patrick szigetéig, a Cap Alnionhoz érve ismét belejutott az éjszakába. Este 10 óra volt akkor. Éjfélre ismét visszajutott ahhoz a ponthoz, amelyen túl még az ókor hajósai előre nem hatolhattak, a Cap Parryig, de ez már a 85 fok alá esik. Tehát mégis sikerült neki a csigakerülővel 6 fokot eldacolni, a leghatalmasabb úrtól, a geodémontól, magától, a földistentől. Ezentúl még gyorsabban ment a haladás. A villanyosgép közeledett a Delej közöny tájaihoz, a spirál körút rövidebb kanyarulatot vett. Reggel 2 órakor 3-szor jött fel számára nap, hogy 2 óra múlva ismét lemenjen, és aztán 1 óra múlva újra feljöjjön.
Ó, az valami bűbájosan kábító tünemény. A nap, amely két óránként lemegy és feljön, végigfutja a láthatárt hatszort a sebesebben, mint szokás, és alig hanvad el az alkonypirja, már szürkül a hajnal a más oldalon. Amikor aztán negyedszer is leszállt a nap, a gép is alákezdett szállni, és azontúl nem látták többé a planéták központját. Az aerodromon a 88. fokot ért el. Mi van hát a 88. fokon túl? Hiszed-e már, hogy elérjük ma az éji sarkot? Aki a mából holnapot tud csinálni, annak lehet. Az aerodromon valóban 4 napot csinált egy 24 órából, az éj sarki rövid földabroncson a nappal szemközt repülve. Amikor a 88. fokot elérte, a gép sebes repülése 1/7 részre lelankadt, csupán saját villany ereje hordta már. Ez észrevehető volt a hajóban rögtön süllyedő légmérsékről is, mely eddig elé az átrepült lég gyors dörzsölésétől 12 fokot mutatott a fagyponton felül, és most lassanként leszállt egészen a fagypontig, úgyhogy a bennlevőknek bundáikat kellett felvenni. Nem fagyunk meg itt? Kérdezi Áron, markába lehelve, mikor a kormány üvegfogantyúja hidegíteni kezdte tenyerét. Ne félj, ha leszállunk a földre, ott 1 vagy legfeljebb 2 fok lesz a fagyponton alul. Nézd már, itt alattunk kezdődik a szabad tenger. Valóban a jégtenger partjai, amik oly magasak voltak itt, mint Albion krétabércei, egészen hosszú hegyláncként vonultak hátra a légjáró jobb oldala felől, és alattuk zúgott az örökké nyugtalan tenger, melyet már a múlt században felfedeztek, de hajóval még nem járhattak erőszakos dagályai miatt. A légben szélcsend, a tengerben vihar és ismeretlen erőktől előidézett áramlat keletről nyugodtnak. Az Aurora Borealis már akkor csaknem fejük fölött ragyogott. A nagy sötét kör, melyet fénykoszorújával az égen bekerített, s melyen keresztül a göncölszekér csillagai függőlegesen tündököltek alá, 2 egész foknyi tért látszott elfoglalni. A lángoszlopok mind e sötét körből futottak ki, percenként 80 000 lábnyi sebességgel. Az egymástól messze elszórt légjárók csillagászainak feljegyzései szerint lett az kiszámítva. A sötét körön belül egyre csendesebb lett az aerodromon szárnyverése. És látod, Áron, mondta Dávid, mi mégsem fogunk a légjáróval eljutni a pólusig. Nekünk, ha a 89. foknál szárazföldet találunk, ott le kell szállnunk. Miért? Azért, mert ha tovább akarnánk menni, villanygépünk megtagadná szolgálatot. Itt már a delejtű nem mutat, csak libeg előre-hátra. Valóban a gép nagyon lassan haladt már a spirál körútban. Az órák délután 6-ot mutattak, midőn a pólus előtti utolsó fokot elérte Tatrangi repülőgépe. Amíg fenn a magasban teljes kitörésében pazarolta szét a föld túlömlő életerejét, alant és a sugárkörön belül egészen kimerülve látszott lenni a lég minden villanydelejéből. Dávid kénytelen volt segítséget kérni a magasból. Felfelé irányozta a repülést, ez ismét segített rajta, mentül távolabb a földtől, annál több volt a villanyosság. Föl tudott emelkedni 14 000 lábnyi magasra, és onnan aztán már meglátta, hogy mi van az északi pólus alatt. Egy szigetvilág. A szigetek hasonlítanak a holdban látható körhegyekhez, miket sokan kiégett tűzhányóknak tartottak, minden esetre vulkáni alakítások. Sok apróbb-nagyobb körsziget között a földtengelytől fél foknyi eltérésben van a szigetek legnagyobbika, valódi csillagkörhegy. A hold Kepleréhez hasonlít, de annál nagyobb terjedelmű. Képzeljük magunk előtt egész Erdélyt, mint egyetlen körhegyet, körül folyva a tengertől. Kisugárzó hegygerincei némely melléksziggettel összeköttetésben tartják, a legtávolabb eső sziget nem nagyobb, mint a hold legkisebb körhegye, Gioia. És onnan a magasból nézve távcsövekkel úgy tűnnek elő e kerek szigetek, mint azok a mékasok, amikben cukrot vagy érc savakat jegecítenek.
tele egymáson keresztül kasult, düledező, egymáson keresztül törő óriási jegec oszlopaival az első föld alakításnak. A közepeik mélyen besüpedvék, mint egyik tölcsér egyedül a legnagyobb szigetnek a központján alakul át a homorúan besüppedő talaj egy hirtelen feldudorodó újabb kráterré, mely mint egy fényes köldök emelkedik ki. A föld mesztelen kérge van itt, úgy, ahogy a legelső megszilárdulást találta, amikor a világéter hidegében izzó külseje gránittá keményedett. Azok a kör alakban felmeredő bércóriások, az eruptív ős sziklatömeg, maga fényes, ragyogó, mint a hold hegykarikái. A későbbi vízözönök nem töltötték be annak közeit. A jégmezők nem hordták meg földzsurmával, tévetek sziklákkal. A millió éves múlt emléke ez itt. Hanem a külső pereme a körhegyeknek, melyet a hullámok mosnak, erdőkkel van fedve, nagy magas szálfák sugaras rengetegeivel. Ez erdők nem élnek már. Lomb nincs rajtuk, de nincsenek se megkövülve, se elrothadva, se szénné válva, csak meg vannak halva. Nagy része halomra dűlt már, nem a korhadástól. Sok százezer év villanyos viharai tördelték azokat össze, egy-egy óriás ál még ki a halom közül, nagy térségen, ágak nélkül, korona nélkül, a nem számlált időknek tanúja. Ezek a terciér korszak növényei, egykorúak a mastodonnal, a dinotériummal és a tekekoponyájú ásatag emberfajjal. Ugyanazon fák, amikből már egész erdőket fedeztek fel a múlt században, Anakerdluknál, Grönlandban az északi szélesség 70. foka alatt, később Spitzberga legszélsőbb szárazföldén, a Medve-szigeten és Belsunnál 70 fok alatt. A legutolsó erdőt a Kings Bay öböl partján ásták ki az özönvízi görgeteg alul, az északi szélesség 79. foka alatt. És a fák éppen maradt leveleiben, tobozaiban, magjaiban felismerték azoknak nemeit, a fenyőkkel vegyest álltak ott a mérsékelt égaj tölgyei, szilfái, sőt a déliebb platán, magnólia, hárs, még a babér is otthon volt közöttük. És most erre a tájra csak az északfény kísértett világa süt alá. Az pedig nem melegít. Tatrangi Dávid a gáztelefonnal mérföldekre hangzó jelt adott szétszórt hajócsoportjának, és aztán kiválasztott egyet a kerekszigetek közül, mely körül legsűrűbb volt a halott erdő, és azon megszállt az aerodromonnal. A többi légjárók is siettek utána. Ahogy előre megmondá Dávid, a hajókból kiszállók ahelyütt nem találták a hideget erősebbnek, mint aminő egy téli est szokott lenni decemberben az angol partokon, friss csípős lég szelidítve a tengerpáráitól. Tatrangi társaimidő megérkeztek, már rakott tüzet találtak a szigetparton. A magnóliákból rakott mágia vérvörös világot vetett a tengerre, amely acélkék volt most az Aurora Borealis sötét udvarát tükrözve vissza. A bámuló elragadtatás sok ideig szótlanná bűvölt mindenkit, az a tudat, hogy most egy olyan pontján állnak a föltekének, melyet a mostani emberiség lápa nem tapodott soha, de mely egy kihalt emberiségnek őshazája volt valaha, amikor más csillagok jártak az égen. Minő nagy kérdések szólalnak meg a zajgó tengerben, és a hallgató halott erdőben. És az ember olyan vakmerő, hogy e kérdésekre feleletet keres. Mi idézi elő ez átmelegült szabad tengert az északi göncöl alatt, holott két szélességi fokkal alább egy egész tiltó jégvilág veszi azt körül, mely nem nyit ajtót sehol, mely 36 fokú hidegével embert és állatot megöl, ki rajta keresztül akar törni. A felelet ez. A göncölöknél a földbe van horpadva, öntengelye körüli forgása a kérgét, ami vastagra tömöríti az egyenlítőnél, olyan vékonyra hagyta a tengelyeknél. S a vékony legalsó sziklaréteg, a föld mesztelen csontja maga, a belső horpadásain semmi új réteggel nem lett befödve, azt nem takarta el se a kőszénkor, se a júrakorszak, se a pliocén, se az özönvíz.
Ott a legalsó gránit réteg látszik, s amíg mi alattunk mérföldnyi vastagsága van a földrétegnek, a pólusok alatt alig több az 500 lábnyinál. A föld belső tüze annyival közelebb van, ezért a mérsékelt lég a langytenger a pólus közelében. De most jön a nagyobbik kérdés. Jó. A körhegyek belseje a legalsó ősgránit. A földi tűz legalsó burkolatja. De minek kellett történni a szigetek külsején, miket már a miocén és pliocén földalakulás is új rétegekkel takart? Az özönvizek egyike sem volt képes túlömölni a körhegyek óriási védbástyáin, de külsejüket átalakítá. Tanulja a holt erdő. De hogy nőtt fel itt ez az erdő? Hogyan lehetett az éjsark alatt délszaki növénytenyészet, mikor az éjsark a földtengely vége volt mindig, azt bizonyítja a föld behorpadása, és az a mi napunk felé fordulva nem lehetett soha? Ez az embert lezúzó kérdés, amire csak nem oly nehéz megfelelni, mint arra, hogy van-e a világnak vége. Azt nem tudjuk, hogy van-e vége, de azt tudjuk, hogy közepe van. És egy központi nagy világtest körül forog a minapunk maga is, hurcolva magával szolgaplanétáit. Maga is csak egy nagyobb úr szolgája, s bár e haladás a világűrben alig észrevehető, ami idő és térforgalmaik szerint. De lehetett kor az ember emlékezetét megelőző távol millió évnyi időknek előtte, amikor vándorútjában a minapunk egy olyan csillagcsoport között haladt el, amin ők a tejút, a ködfoltok, vagy tán a még most is közel plejádok előtt. Azok meg annyi napok. És akkor százezernyi éveken át az egy központi napon kívül még egy másik, távolabb nap süthetett a mi földünkre, és életet, tenyészetet idézhetett elő olyan részén is a földnek, melyet a saját napjának csak néha ér egy bágyat sugara, ahol fél éves az éjszaka most, és a moha sem él meg többé, és az óriási erdők tanúskodnak róla, hogy ott világ volt valaha. És aztán ismét jött egy másik százezer év, a nap eltávozott a csillagcsoport közeléből, a földre sütő idegen napok mind távolabb vesztek a világűrben, a saját napjától tovahurcolt föld ismét belejutott a fagyos világéterbe, a göncölök alatt sötét lett és hideg, és lassanként elmúltott minden élet. De hát lakói nem voltak-e az ősvilágnak? Kellett lenniük. A föld, mely a fát fölneveli, az állatot is megteremti. Tatrangi Dávid és tudós kísérete összekutatták nagy területeit a holt erdőnek. Megtalálták a fák alatt az elhullott tobozokat, makhüvelyeket, páfránokat egész levéllombozattal. Egyszer aztán egy kutatótudós rátalált egy ős állat exkrementumaira. Soha hasonló tárgy ekkora örömet nem idézett elő feltalálójában. A szakismerők megvizsgálása folytán az a feltalált hagyaték egészen hasonlít az őslajhár ásatág koprolitjaihoz. Akkor ő neki magának is itt kell lenni valahol. Tovább kutattak. A holt erdőben ráakadtak egy törésre, mely nagy állatok csapájának ismertetett fel. Ez a törés, mint egy széles ösvény vezetett fel a hegyoldalnak, hanem később azután úgy be volt temetve düledezett fákkal, hogy nem lehetett rajta előbbre hatolni. Egyik ezredév eltakarta a másik nyomát, a legelső kultúra nyomát a földön, a tört utat. A természet búvároknak vissza kellett térniük léghajóikhoz. Az órák reggeli négyet mutattak. Most kell fel hazánkban a nap. Itt csak a folytonos éjszakfény világít, lelelohad és újra kitör, de el nem alszik soha. Örökké égő lángja a földnek, melyel önmagának világít ott, ahol nem láthatja a nap. Reggel van, szólt Dávid, induljunk a temetésre. Mindenki üveghajójába sietett. A vezér aerodromon fölemelkedett, szokottnál lassúbb szárnyveréssel, és ismét az addig követett művelet szerint csigatekeredésben igyekezett a sziget fölé emelkedni, és mikor annak legmagasabb bérceit túlhaladta, belsejébe alászállani. A figyelmes szemlélőnek felséges látványt nyújtott az északfénytől megvilágított tájkép. A sziklafal, mely a szigetet, mint egy körbástya övezte,
A külső meredélyeit benőtt erdők közül még több ezer lábnyi magasra kiemelkedett kopáran, mesztelenen. Rettenetes bazaltfalak, mint félredült orgonasípok szakították keresztül harántban e gránit falazatot, és lefutottak a mély üst alakú völgybe. És az egész üst völgy a kövek kristályok országa csupán. Még a kövek közt is a legrégebbieké, kik születésüket nem az ezredévek, hanem a milliók után számítják. A változatlan örökkön örökké tartó kövek, gránit, bazalt, kovarc, a mérföldnyi átmérőjű sziklatölcsér bűbájosan ragyog, a fényes sziklaoldalak, a roppant tömegű hegykristályok és a kovarcok mindennemeinek összesített csillámától. Néhol szabályos képleteket mutat, mintha egy csoda építész gondolta volna ki titáni palota homlokzatjait, mikbe kolosszusra számított kapuk vezetnek, két egymásra dűlő sziklatömb alatt piramid alakú sötét nyílás. S a széles holt sziklaöbölben semmi nyoma növényzetnek. Csupán a közepetáján, hol legszélesebb az egymásra düledező kőszálok, kristályok torlasza, emelkedik ki még a kőtorlaszok közül egy fényes fekete katafalk. Valódi halotti ravatal. Keresztül kasul egymásba rót hatszegű fényes kristályoszlopok emelnek egy mohazöld ágyat, mely bársonyszínű zöld burkolat néhol még füzér alakban is végigfut a fekete oszlopokon. Dávid a zöldhátú emelvényre bocsátkozik le gépével. Az pedig egy pisztácit kristálytömb volt, amelynek gyönyörű kristályoszlopai a pálmasugár vastagságától kezdve a selyemszál finomságáig együtt találhatók, a tükörfényes fekete hexaéderek lapjain a finom kristálypelyhek selyemszálak tömege pisztátzöld bolyhos gubancot képez, mintha mohával lennének bevonva. Ez az igazi örökzöld. Ezt a helyet választotta ki Dávid atya számára örök lavat alul. Meg vagy-e elégedve helyettel, és íme a halott szemöldei már nem voltak összevonva. Homloka kisimult, otthon volt már. Pedig hiszen nem az történt, amit ő óhajtott, hogy itt egy örök temető alakuljon az utána jövő emberiség számára. Más hely ez itt. Az előtte elment emberiség temetője ez már. Amint a többi léghajósok a sziget különböző pontjain alászálltak, ott találták minden sziklaodóban, bért szakadékban az elmúlt ősvilág lakóinak maradványait. Előbb csak csontvázakat a régibb fénykorból, amikor még idegen nap világa forralta fel az éjsark levegőjét, később már éppen megmaradt állatokat, mikor a fagy örökké tartó lett, és az elkésett őslakóra nem vártak többé az eltemető férgek. Egész csoportokban hevertek ott a sziklák zugaiban a terciérkor csodaszörnyei, vastag bőrük, iszonyú agyaraik, faörlő zápfogaik, pikkelyeik és sertéik, éppen megtartva a nedvtelen öröktéle szörnyű múzeumában, mely fölül a villanydelej fuvallata még a tenger párázatait is elveri, hogy hó alakban le nem hullhatnak rá. Minő kincshalmaz ez a természet búvárokra nézve. Mindazon állatfajokat, amiknek eddig csak kövesült csontvázait ásták ki a krétarétegek alul itt, a földszínén egész természeti mi voltukban együtt találhatni úgy, ahogy a századok ezrei előtt itt jártak és éltek, és köztük felfedezetlen fajokat, miknek lételéről eddig csak egy lábnyom vagy egy állkapocs tanúskodott. Az ősvilág egyik eonjának katakombája van itt. Még ezzel sem érték be, a tudós telhetetlen. A tudvágy szomját nem csillapítja még a felfedezett titokokban való dobzódás sem. Tovább kutattak, embert kerestek, az ásatag embert, és arra is rátaláltak. Ott azon pisztacit katafal körül, hol a sziklaoszlopok egymásra düledezve 100 meg 100 üreget képeznek, feküdtek az ősember maradványai. A vadállat, amikor halálát érzi, elrejti magát. A tekefejűek népe volt ez. Már a 19. században feltalálták ennek ásatag koponyáit a Berlin melletti Borostyánkő tárnában és a Schwevenlache tőzegbányáiban. A terciér kék márgában a laktalan mocsár alatt egy egész temető volt együtt. E tekekoponyák élve sehol nem léteznek többé.
A mostani emberiség minden fajának hosszúkás koponyája van. Az ősfaj, mely az állatvilágot áthidalta, kihalt. Most megtalálták ez ősöket. Az öröktél múmiákat csinált belőlük. Lehagyták magukat írni, lerajzolni. Fejeik teke alakúak, orruk pisze, álluk hátranyomott, fogaik előre állnak. A férfiak arca koponyája szőrös, a nők arca homlokon alul sima. Bal szemöldökükön egy jellemzően kiemelkedő púp. Karjaik hosszúak, de lábaikon nincsenek kézujjak. Testük színe mahagóni barna, csontjaik is éppen ilyen színűek. Semmi fegyvert nem lehetett mellettük találni. A kőfejsze még nem volt feltalálva. A tekefejű nem tudta még, hogy a hús is ízlik, mint nem tudják a majmok. Ő még nem tanult testvért ölni. Fák gyümölcseivel élt, mint állattársai, az őstapír, az ős elefánt, az ős lajhár. Az egész paleontológiai csoport közt nem volt egy húsevő sem. És itt Tatrangi Mózes nem lett legelső temetkezője az éjsark világának. Előtte ezeren meg ezeren fölfedezték már azt a nagy sírt, akiknek nem volt sejtelmük arról, hogy a szigeten túl van egy külvilág, és a csillagokon túl van egy más világ. Tatrangi Dávid az ősemberek katakombája fölé helyezve hagyta ott azt az alakot, ki az emberi szellem legnagyobb diadalát kivívta, és ott hagyta őt abban a repülőgépben, melyet alkotott az évezredek tanújául. Tatrangi Mózes ott fekszik most a repülő villanygépben, a tüzet nem ismert ősemberek közepett, örök időkre változatlanak, ő is, azok is. És minő végtelen távol van közöttük. A körös körül lobogó északfény túlvilági derengéssel sugárzá be az őshalottak temetőjét, a titáni kristály amfiteátrumot. A távolidők rémledező emlékei, mint eleven álmok keltek fel kősírjaikból, aki élt is kívül érezte magát a világon és a jelen időn. Rosalie az egész úton az éjsarkig és vissza nem hallatá szavát. A gyermek nem értett meg ebből semmit, 7 esztendős volt. Amikor aztán visszatértek otthonba, hol a nevezetes fölfedezések híre egész forradalmat idézett elő, Dávidot úgy üdvözölték, mint egy új messiást, aztán már most azt várta, hogy diadalát Rosalinak elragadtatása fogja megkoronázni, aztán csalatkozott várakozásában. Rosalie azt mondta neki: kérlek szépen, jó Dávidom, engem többé ezútra ne vigy. Nem tudom miért, de én ott végtelenül szenvedek. Nem is szenvedés. Kimondhatatlan az az érzés, ami engem elfog. Olyan nagy foka a gyönyörnek, mely kínoz. Valami édes szédülés az, mikor a mélyből kiemelkedő földet látom. Valami föld feletti vágy, ha az égre nézek, úgyhogy tűnni érzem testemből a lelket. Álmodom, és hallom, mit beszélnek körülöttem. Látok, és azt hiszem, hogy álmodom. Egyszerre két helyen vagyok. Látom az északfénytől megvilágított sziklatemetőt ősvilági hulláival, és kiskertemet itthon és magamat benne és kisgyermekemet ölemben. Ne vigy te engemet magaddal oda, az nem női idegeknek való légkör. Hagyj te engemet az én kiskertemben kisfiammal fecsegni semmiségekről, és játszani hiába valóságokkal. Ez az én világom. Dávid megcsókolta e szóját Rosalit, hanem aztán nem gondolkozott róla többé. Pedig abban a véghagyományban, amit apjától hallott, és a Rosalie által mondott felfedezésben egy valódi Pandora szelencét bírt Dávid, amit ha kinyitott, egész csoportját az új bajoknak szabadította rá a világra. Mikor az aerodromon feltalálása a 7. évét járta, igaz, hogy a testi betegségek nagyon megfogyatkoztak a légjárók befolyása által, hanem egy más kór lett általánossá, amit azelőtt csak kivételes tüneményként ismertek, s hajdanában lelki betegségnek hittak. A légjárók befolyása túlérzékenyíti azoknak az idegeit, akik legfogékonyabbak, főleg a nőkét és serdülő ifjakét, szörtelen arcok. A tudomány fejlődése is nagyban segített ezen. A természettudomány mámorító hatással van, elnyel, magába sűjjeszt, vége nincs. Fel volt találva már a mód,
nem csak a holdat, de a szomszéd bolygókat is oly közelről szemlélhetni, hogy a világbúvár meghatározhatta, melyik éonját éli most az a planéta alakulásának, és eszerint minő lények laknak rajta. A Mars a kőszénkorban van, a Vénusz a miocénban, a Szaturnusz éppen olvat állapotban van még, de a Jupiterben már tökéletes lényeknek kell lakni. Ez pedig ilyen kombinált művelettel deríték ki. Egy hártyavékony ihorüveg lapra levették a Mars ezerszer nagyobbított fényképmását. Akkor e képnek egy századrésznyi darabját újra lefényképezték ezerszer nagyobbítva, ez már akkor százezerszer volt nagyobbítva. Folytatták-e műveletet, míg egy darab tájképet bírtak belőle. Erre aztán támadt azoknak az idegeseknek az az osztálya, akik azt hitték, hogy egyik csillagból a másikba átjárnak, és tudósításokat, tájak leírását, lények ismertetését, sőt, egész világtörténeti szakaszokat hordtak át a szomszéd csillagokból. Lapjuk is volt, mely azokat közölte. A nap fényburkának, a napfoltjainak közel megismerése, a heliodémon betegeit szaporítá, akik örülnek, vigadnak szertelenül, míg a nap fenn van, és ok nélkül szomorúak szenvednek, ha a nap lemegy egész éjjel. Napkórosak. A vitál magnetizmust használták, mint gyógyerőt, és minden városnak volt már orvosa, ki a villanyos bakéval gyógyított. Rendszeres tudománnyá vált a perkhizmos, hipnotizmus, elektrobiológia és az ózon rendelvényképpen lett osztogatva. Filozófia, vallás kezdett a tudomány pozitív adataiban épületéhez való alapot keresni. A spiritizmus hívei 100 milliót számítottak már, és egy alapra tereltek keresztjént, zsidót, mahomedánt, buddhistát. Támadtak a sötétben látók, kik föld alatti pincében mély éjszaka megkülönböztetik a színeket, a megütött harang fénylik előttük, amíg zúg, kik a mágnes hegyéből kisugárzó fényt észreveszik, kik behunyt szemmel cérnát húznak a tűbe, nők, akik férjeiket mindenütt látják, bárhol járnak, kelnek azok a férjeknek nem tökéletes örömére, kik ujjaik hegyével látnak, a gyomrukra tett levelet elolvassák, és tenyereikkel hallanak. Egyszer támadt egy ihlet osztály, mely a keresztüllátást annyira vitte, hogy átlátott minden öltözeten kivéve a vörös színűn. Ez a szekta valóságos pánirémülést idézett elő a szép nem között, mely ettől fogva kénytelen volt vörös korzettet és alsó szoknyát viselni, különben a látnokok előtt Éva anyánk teljes ártatlan alakjában tűnt volna fel minden öltözete dacára. A légjárókkal utazás még magasabbra fokozta ez idegességet. A gyors változatok az északi jegesvidékről fél nap alatt le, az ekvátor pálma erdejéig összezavarták az agyban a tér és idő felüli fogalmakat. Szaporodtak vele a kettős életű emberek, kik egy időben két helyen hisznek élni, a távolba látók, kik messze első helyen történteket itt történőkként látnak. A pólusok alatti ősvilág szemlélete felköltötte a múltba visszalátást. A légmagasban uralgó csend az idegeket túlvilági zene hallására csábítá. A sok futó idegen arc között egy-egy ember saját magát vélte megismerni, vagy elhunyt kedvesével találkozott össze, és idegei tovább fejtették egy gyötrő gondolatot. Az ideges emberre a legkisebb szeszes ital élvezése olyan hatással volt a légjáróban, hogy prométeuszi álmokat és csába víziókat látott tőle. Oly volt az ránézve, mint a hasis, mint a mákony. Szenvedést és gyönyört egyesített magában. És a mámor ittasságot odafenn a léghajóban éppen olyan szenvedéllyel keresték, akik egyszer belekóstoltak, mint a hasis és mákonyevők a kéj és kín álmaiba kábító mérgeiket. Nők, kiket a szenvedély megragadt, nem voltak semmi emberi hivatás teljesítésére alkalmasak többé, nem anyának, nem feleségnek valók, azok túlvilági fényben úsztak, kéj álomban reszkedtek, amikor szemeik feketéje gyönyör teljesen kitágult, és fény lett a sötétben. Mikor aztán leszálltak a földre, ki voltak merülve, és minden idegük szenvedett, le volt lankadva. Egy nap alatt egy évet vénültek. Annál inkább keresték az aerodromomban talált gyönyöröket.
A színész, a színésznő, amikor mesterszerepben akart föllépni, a légjáróban előbb egy utat tett, és így jött a színpadra felmagasztalt idegzettel. Némelyik nagy drámai szerepében a közönség helyett csupa halálfejes csontvázakat látott maga előtt a padokon ülni, azoknak játszott rettentő lázlelkesedéssel. Maga a színpad állandó mágiái mutatványoknak lett színhelye, lélekjelenésekkel, változó tájakkal, csodatüneményekkel. Úgyhogy templom és színház szerepet cseréltek már. A templom lett az iskola, melyben a közönséget józan filozófiára oktatják, és a színpad a misztériumok kápolnája, hol a föld felettit és a megfoghatatlant állítják elébe. És az álomjárás ragája nem csak a magasabb, műveltebb körök hölgyeit lepte meg, elhatott az a legszegényebb osztályokra is. A gyümölcsért járó kofa boszorkánynak képzelte magát, ki a szombatot ünnepelve a Gellértre jár, és a gyárak asszonylakói a lidérsz nyomástól nem bírtak szabadulni. Amelyik közülük az aerodromonban utazott, magával hozta az inkubust, és arról aztán elragadta az a többire. Legáltalánosabban meglepte a nőket, kik a légjáróban utaztak, az a sajátszerű kór, amit a Szaharában utazó arabok Raglech név alatt ismernek. A meglepet ébren van, tesz-vesz, de egészen más tájakat lát, mint amik előtte vannak. Városokat, ahol pusztaság van, kerteket, ahol egy fűszál sincs, közeledő sziklákat, elnyeléssel fenyegető tengert, omló hó görgeteget, a lélek déli bábjának lehetne azt nevezni. Az emberiség egész gyengébb idegzetű fele rabja lett egy betegségnek, mely pusztítóbb, emésztőbb, kínzóbb minden eddigi ragálynál, járványnál, pestisnél. És ahol rabszolgák vannak, ott hamar megteremnek az urak is, kik őket befogják. A tudós kutatók, fölfedezők, természetbulvárok barázdájában úgy nőtt a sarlatán a szemfényvesztő, mint a vadóc a búza között. Csodalények, akik a föld alatti forrásokat megérzik, kikre a rejtett nemes ércek mágneses befolyással vannak, orvosi tünemények, kik minden emberen keresztül látnak, mint az üvegen, és megmondják egy egész társaságban, kinek mi a baja. Akik delejezett poharakkal betegeket gyógyítanak, ficamokat helyre villanyoznak, szemeik tekintetével elaltatnak. Bűvészek, kik nevük elé a Doctor Divinitatis címet írják, kik magnetizált zongorán játszanak úgy, hogyha a hallgatóság mindegyike más dalt kíván, egyszerre mindannyi azt a dalt hallja, amelyet kívánt. De olyanok, akik láthatatlan kezekkel ismeretes nevek faksimiléit iratják le, segítség nélkül a légbe emelkednek, kezük felé tartásával nem hívő embereket hátra görnyedni, önmaguk körül forogni kényszerítenek, halottakat felidéznek, a nyitott ablakon át rézsút ki és berepülnek, hírhedett médiumok, kik a spirit rapping, knocking, tipping segélyével múltat és jövőt felfedeznek, kik Szokratészt franciául beszélni kényszerítik, és kivallatják vele, hogy a spiritiszták istensége hermafrodit lény. Kik szellemeket idéznek föl, és azoknak arcképeit lefotografírozzák, proféciákat mondanak, a túlvilágról hírt hoznak, sőt, ageneonokat is állítanak a hívők elé. Szellemeket, akiket látni nem lehet, de megtapintás által győződhetni meg jelenlétükről, s mintha nem volna elég a civilizált világnak a saját invenciója a földfeletti tanokból, még külföldről is importálják a csodákat, az indus birkózó leányokat, kik villanydelejes erővel a legerősebb férfit földhöz vágják, az arab halva álmodó, magukat eltemettető derviseket, a görög hazajáró lelkeket, a brukolákokat, Kínából a liszttel behintett asztalra rajzoló pszichográfot, a mongoloktól az asztalt elrepítő lámákat, a beduinoktól a budákat, a hiénává átalakuló embereket, aranyfüggővel a félfülükben, amiről állatkorukban is rájuk ismerni, és a barbarizmus minden idegháborító bűv szemfényvesztéseit. Egyik a bűvésznőknek, többnyire nők voltak, arra a bizarr ötletre jött,
hogy egyszer válogatott spiritista hallgatóság előtt egy roppant nagy csimpáz majmot cirógatott mágneses álomra, és akkor azt az alvó négy kezűt kényszeríté megszólalásra. Tökéletes jó langvedok francia nyelven beszélt az, és akkor a prestidigitatőz kikérdezi ezt a beszélő majmot az ember előtti idők eseményeiről, mikor még Franciaországban a dinotérium volt a legtovább eltűrt dinasztia. A csimpánz csoda dolgokat revelált, és a hallgatóság hitt. És a villanyos csodákkal, a sarlatánériákkal és tüneményekkel versenyt futottak a vallásos extázis örjöngései, utoljára nem lehetett már az általánosan elterjedő bajból külön választani, mi az ideges bántalom, mi a csalás, mi az öncsalódás, az erős hit meg az ámítás. Mi a természettudományok reális vívmánya, meg a könnyen hívők túlzása, mi az álom és igaz történet, és végre mi az emberi fogalmakon túljáró égi titok. S mindebben a nőknek és a meg nem értett fiatal kedélyeknek volt legnagyobb része. A hetedik évben jött rá Dávid a baj kút forrására. Heroikus kúra kellett hozzá, és ő nem irtózott attól. Kiadni a határozatot, hogy ezentúl férfiaknak a 20. éven alul, nőknek pedig sohasem szabad a légjárókban utazniuk. Az igazgatóságban Dárdai mellette volt az indítványnak, neki gyúlt meg legjobban a baja a sok álomjáróval és prófétával, akik államot kezdtek képezni az államban, és bőven kárpótolták a hajdan csalhatatlan pápát egész hierarchiai intézményével együtt, és Severus kisebbségben maradt. Ez volt az első keserűség a triumvirátus keblében. Severus maga is a spiritisták hívei közé tartozott dacára pompás étvágyának. A nők letiltásában a légi utazásból emberi jogokat látott sértve. És mint üzletember, a legbuzgóbb utazó közönséget látta kirekesztve a legbiztosabb jövedelmek lajstromzatából. Azért azt mondta egy határozatra, hogy medicina peor morbo, a gyógyszer rosszabb a bajnál, hanem még ez nem zavarta meg az egyetértést.